Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapjául rendelt igét, megírva találjuk a római levélben, a 8. fejezet 6. versétől a következőképpen. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, azok nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus van bennetek, a test halott a bűn következtében, a lélek azonban életet ad az igazság következtében. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Amen. Kedves testvéreim, ti azonban nem test szerint éltek, ha Isten lelke lakik bennetek. Ezt az állítást olvastam az előbb a Pál soraiból. Ebben a fölolvasott kis szakaszban, de még a következő versekben is, Pál egy ilyen kettősségre utal, hogy az ember lelki és testi egyaránt. Van testi és lelki ember, és a kettő együtt sokszor harcban áll egymással. Nagyon sokan félreértették már ezt, még a kereszténységen belül is, itt, hogyha Pál apostol magáivá tenni azt a keleti filozófiát vagy gondolkodást, hogy a test az semmit nem jelent, a test az megvetendő, a test valamiképpen a léleknek a börtöne, a lélek az igazi, a léleknek kell abból kiszabadulnia, a lélek az, akire figyelni kell, mert igazán a mi személyiségünket ő hordozza. Félreértették, mondom, ezért voltak mindig az egyház történetében ilyen aszketikus irányzatok, akik komoly sanyargatással, lemondással, áldozatvállalással próbálták a testüket legyőzni és fölé emelni a szellemüket, a lelküket. Hadd mondjam, hogy ez távol áll Pál apostoltól. Ő nem gondolkodik ebben a keleti filozófiában, majd platonista gondolkodásban, ahogy a görög gondolkodást ez a szemlélet eluralta. Szó sincs róla. Pál, amikor testről beszél és testi emberről beszél, akkor valójában a mi ember voltunkról szól, az mi emberi mi voltunkról szól, testestül, lelkestül érti ez alatt ezt. De ennek a jellemzője, hogy ez a testi ember, ez elszakadt az Istentől. Istennel szemben áll. Ellenségeskedés az Istennel, így olvastam az előbb. Ez a jellemzője. Nem az, hogy önmagában testi, hanem hogy ellenséges viszonyban vagyok az Istennel. És így nem érdekel az Isten törvényesen. Nem is akarom betölteni, nem is tudom betölteni. Öntörvényű életet élek. Isten nélküli életet élek. Ennek vége a halál, mondja Pál. Ez az emberi magatartás, ez a úgynevezett testi magatartás, ez tragikus. Istennel szemben, ha én végig ellenséges magatartást tanúsítok, el fogok bukni menthetetlenül. A lélek az, ami megelevenít, vagy aki megelevenít. Ő avatkozik bele az életünkbe az ő lelkével, és
ő szül minket újjá. Itt az újjászületésről van szó, amikor azt mondja Pál, hogy ti azonban nem test szerint éltek, ha Isten lakik, Isten lelke lakik bennetek. Nem arról beszél Pál, figyeljük meg, hogy itt valami módon az emberben vannak olyan lehetőségek, olyan potenciálok, amelyeket ki kell bontani, és akkor az ember meg fog újulni, meg fog változni. Ezt ő nem hiszi. Az Isten szent lelkét, vagy a Krisztus lelkét kell bírnom, hogy én belülről megváltozzam és megújuljam. Ez óriási különbség. Mert itt egyáltalán nem magunkban kell keresnünk a fogódzót, az életünk megújulásának a támpontját, hanem egyes egyedül Istenbe, aki adja az ő szent lelkét, hogy minket újjászüljön. Azt mondja Pál, hogy ez a Szentlélek új viszonyba hoz minket Istennel. Vagyis eddig ellenséges viszonyban álltam, most új viszonyt teremt, mégpedig az engedelmességnek a viszonyát létesíti Isten és köztem. És ennek következménye békesség, élet. Az Istennel való szembeállási a halál, ebből pedig élet és békesség következik. Az, akiket Isten lelke vezérel, fejeződik be, ez a 8. fejezet, ezt már nem olvastam, azok Isten fiai. Ennek a belső megújulásnak, megváltozásnak végbe kell menni mindenkin, aki az övé, aki valóban keresztjének vallja magát, mert akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé, mondja Pál. És itt nem ítélkezés van. Egyszerűen megállapítás, hogy ha a Szent Lélek téged nem szült újjá, akkor a múltkori igére hadd gondoljak vissza, az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Engem mindig izgat, mindig érdekel magam számára elsősorban, hogy az az ige szakasz, ami fölé hajolok, és elcsendesedek, amiben imádkozva kérem Isten üzenetét, hogy az hogyan jelentkezik, hogyan hat az életemre. Én nem nagyon lelkesedem a úgynevezett vallásos gondolatokért, amelyek valahol az életünknek egy ilyen vallásos szférájában igazak, de az nem érezzük, hogy hol van ennek az életünkre a hatása, a vonatkozása. Hát hadd mondjam, olyan örömmel fedeztem fel, éppen abban, amit az előbb már említettem, hogy aki lélek szerint jár, azé a békesség és az élet. Valahol itt éreztem megérintve magam, hogy az Isten szent lelke, akit újjá szül, akit átformál belülről, annak békességet ad. Egy belső harmóniát ad. Nem azt jelenti, hogy gondtalanná válik az élete. Valahol tartása lesz. Valahol megszilárdul az élete. Mert valahol megújul az élete. Az újjászületés az nem egyszerűen csak azért kell, mert a test és vér nem örökölheti az Isten országát, ahogy Jézus Nikodémusnak, ennek az idős farizeusnak magyarázza, hanem azért is újjá kell születnem, hogy én valóban belülről átformálódjam, hogy nekem békességem legyen, és ezt a békességet sugározzam mások felé is. Mert az Isten békessége is ragad, ahogy Reményik Sándor mondja a költeményében. Hogy Pál apostol ezt a kettősséget nem a keleti gondolatok nyomán képzeli el, hogy nem a platoni filozófia alapján, azt Jézusnak a beszélgetésébe is visszautalva gondolni lehet, és Pál ezzel nyilvánvalóan tisztában volt, akkor Jézus azt mondja Nikodémusnak, hogy szükség nektek felülről születnetek, a Szent Lélektől születnetek. Nem azt mondja, hogy test és vér nem örökölhet az Isten országát, tehát
a lelkednek ki kell szabadulni a testedből, és majd a lelked egy halhatatlanságban él örökké. Nem. Te magad újulsz meg, teljesen. Erről beszél Jézus is. Nem ismeri a kereszténység, hogy lélek elválik a testtől. Sajnos ez a gondolkodás még minket is kísért. Jézus azt mondja, hogy te magad, az egész lényed, egzisztenciádban fogsz újjászületni a lélek által, és az örökli Isten országát. Hogyan? Már említettem, hogy a Szent Lélek által, tehát nem bennünk kell keresni ennek a potenciális lehetőségét. A Szent Lélek az, aki elvégzi ezt bennünk, és aki minket engedelmességre tanít és késztet. Valami hallatlan szent dologról van itt szó. Van olyan mozgalom, ahol a Szent Lélek szinte mindennapos beszédtéma. Sőt, van olyan könyvem, amelyeknek ez a címe, hogy Jó reggel, Szent Lélek. Benny Hinn, egy szír vagy libanoni származású amerikai írta. Néha már frivolnak érzem, ahogy beszélget a Szent Lélekkel. Én ezt így nem hiszem, hogy Jó reggel, Szent Lélek, a Sagan regény nyomán, a Jó reggelt, Úbánat, ennek a nyomán szülte a regény, vagy a könyve címét. Sokkal szentebb dolog ez, hogyha a Krisztus lelke lakik én bennem. De én ezt kérhetem, és én bizonyos lehetek abban, hogy Isten engem valóban szent lelkével át akar formálni, újra akar szülni, és azt akarja, hogy én járjak az ő igéje szerint, szava szerint. Mert Szent Lélek kell vezettetni, az én számomra elsősorban azt jelenti, hogy az Isten igéjét komolyan veszem. Nem egyszerűen különös utasításokat kapok a Szent Lélektől, mint ahogy most hemzsegnek ezek a kiadványok, könyvek, és magyarázzák, hogy a Szent Lélek mi mindent mond neked. Azt mondja Jézus, hogy az én beszédem lélek és élet, olvastam az oltári igéből. A Szent Lélek az Isten igéjét teszi világossá előttem, és engedelmességre késztet. Lélekben járni azt jelenti, hogy igent mondok az Isten igére, engedelmeskedem a szavának. És ez az, amit úgy éreztem, hogy önmagunk felé kell fordítani. Ezt olvastam a felolvasott szakaszból. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. Én most ezt a kis pici szót, ha, ezt szeretném nagyon hangsúlyossá tenni, hogy mindenki önmagá megvizsgálja, önmagába tekintsen, hogy valóban a Szent Lélek uralja az életemet, engedelmességben élek én, úgyhogy Jézus szavát, az ő igéjét komolyan veszem, cselekszem. Jézusnak van egy nagyszerű példázata, nagyon szeretem, az okos és a bolond emberről. Mind a kettő házat épít, az egyik sziklára, a másik homokra. Jön a vihar, a homokra építettet elsodorja, világos, nincs igazi alapja. A sziklára épült ház kibírja a vihart, hogyha meg is viseli a tomboló orkán. Ki az, aki sziklára épített? Ki az az okos? Azt mondja Jézus, aki hallja tőlem a beszédeket, és cselekszi azokat. És ki a bolond, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi azokat. Erről van szó, hogyha te a Szent Lelket bírod, a Krisztus lelke lakik benned, akkor cselekszed azokat, cselekszed Jézus szavát, aszerint igazítod az életedet.
engedelmességben jársz. Jakab is erre figyelmeztet bennünket az ő levelébe, amikor Ábrahámra utal, Ábrahám példájára, akkor azt mondja, látod tehát, hogy a hite együtt működött cselekedetével, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Nem a cselekedete üdvözítette, hanem a cselekedete együtt működött a hitével, mert a kettő egymástól elválaszthatatlan. Elválaszthatatlan. Ha Isten lelke, vettük, ha ő lakik bennünk. Ezt megtudhatod, könnyű rá a válasz. Engedelmességben élsz-e? Valóban Jézus szava szente a számodra. Ahhoz igazítod-e az egész életedet? Én szeretném azzal zárni, azzal a reménységgel zárni páli gondolatokat, amit szerettem volna továbbadni nektek, hogy benne rejlik Isten áldása ebben az engedelmességben. Amit korábban mondtam, benne rejlik az élet és a békesség, amire vágyunk és szükségünk van. Amen. Urunk, Te azt akarod, hogy a mi kereszténységünk az egy megújult élet legyen. Hogy ne csak ismereteink legyenek, hanem megújult és megszentelt életünk. Kérünk, add nekünk szent lelkedet, valóban teremts minket újjá, és késztess minket arra, hogy komolyan vegyük a szavadat, hogy engedelmességben járjunk, hogy Te megajándékozhass bennünket egy boldog élettel, békességgel, és örök élettel, egy múlhatatlan léttel. Urunk, kérünk, hallgass meg minket fiadért, ami Urunkért, a Jézus Krisztusért. Amen.